Június 25-én a csehországi Justined Labemben Hafner Ferenc másodszor is megpróbálja megszerezni a WBO nagyváltósúlyú Európa-bajnoki címét. Hafner a cím védőjével, a hazai pályán ringbe lépő Stefan Horváttal találkozik egy 10 menetesre tervezett összecsapáson. A magyar csapat már szerdán megérkezett a helyszínre, ahol részt vett egy sajtótájékoztatón és már a nyilvános edzésen is, vagyis a címmérkőzés két főszereplője egy kicsit közelebbről is megleshette a másikat. Hafner úgy érzi, hogy ez lehet karrierje utolsó nagy lehetősége, ráadásul az ellenfél sem verhetetlen, így egyértelműen a győzelem a magyar bunyósz célja. A felkészülésem nagyon jól sikerült, és így a súlyhozással nem volt gondom. Néhány kilót kell mindig leadnom, ilyen 2 kilót körülbelül, ugye ez a futások alatt, az edzések alatt lemegy, gyakorlatilag súlyban vagyok. Az ellenfelem az nem egy világverő, az igaz, de nem ügyetlen, és ő is ugye eljutott erre a szintre, ami egy nagyon nagy dolog szerintem. És az, hogy én boxolhatok ellene, ezt ugye meglátjuk a meccs végét, a kimenetelét, de nekem most ő a legjobb, mert ő az Európa-bajnok, és nekem őt kell legyőznöm. Tudnom kell, vagy tudnunk kell váltani, ugye az edző utasítást majd betartom, mert lehet, hogy türelmesen bírnom kell és kivárni, de az is lehet, hogy rá kell mennem is, és akkor dolgozni és verekedni. Meglátjuk, hogy melyik jön be, mind a kettőre készültünk, váltva, ugyanis ügyes mind a két féle stílusban, tehát azért ő az Európa bajnok. A csehországi gálán szorítóba lép még a korábbi könnyűsúlyú magyar bajnoki kihívó Glück Norbert is, aki a veretlen Sebastian Bittki ellen bizonyíthat 6 menetben. Tudtunk egy viszonylag jó ellenféllel egy meccset leszervezni Csehországban. Hát kicsit magasabb nálam, szóval közel kell mennem, ami a stílusomhoz képest elég távol áll, szóval remélem meg lesz ez a stílusváltás kellőképpen, és remélem gyorsan ki tudom végezni a srácot közelbe.